Drámai párharcban dölt el a női röplabda bajnoki cím sorsa, a Békés Csaba és a Vasasa mindent eldöntő ötödik mérkőzésig húzta el a finálét, amelyet végül a fővárosiak nyertek meg. A Vasasnak pedig ez jött a triplázás, mivel a Magyar Kupában és a Közép-Európa Ligában is az élenzárt, úgyhogy a csapat két játékosával, Török Katával és Juhár Dalmával most egy tökéletes szezonról beszélgethetünk. Jó reggelt kívánok, Jó sziasztok! Reggelt. Jó reggelt! Na hát gratulálok, és hát mindenek előtt beszéljünk a befejezésről, mert ez még egy nagyon friss emlék, ugye kedden játszottatok Békés Csabán. Minden szempontból tökéletesen sikerült az a meccs, nem? Igen, szerintem mondhatjuk, hogy, hogy álmunkba sem mertük volna gondolni, hogy, hogy ennyire jól sikerül lezárni ezt a szezont, főleg a, a döntő első négy meccsét látva, hiszen, hiszen aki nézte, azt tudhatja, hogy, hogy egy végletekig kiélezett párharc volt, és, és rengeteget kellett küzdeni, nem volt könnyű, és, és meglepődtünk, hogy az utolsó meccs ennyire, ennyire sima lett, mondhatjuk, hogy sima lett, de szerintem mindannyian örültünk, hiszen már tényleg alig volt energiánk és erőnk, úgyhogy nem bántuk, hogy végül így, így zártuk le. Gyorsan le akartátok zárni, hogy az első négy meccs, amire utaltál, az ötszettes volt, tehát arra lehetett számítani, hogy az ötödik találkozó is valahogy így fog alakulni, aztán végül 3-0-ra nyertetek idegenben. Mi volt az a plusz, amit elő tudtatok húzni erre a meccsre? Először is bocsánatot szeretnék kérni a hangom miatt, még a keddi meccs, meg ez a utóbbi öt meccs miatt annyira rossz lett a hangom, hogy... Azt hittem az ünneplés. Hát lehet, hogy az is, de nem ezek a meccsek. Nagyon-nagyon hosszú volt ez az öt meccs. Én mondtam is szinte az összes meccs után, hogy életem leghoz, legnehezebb meccsei voltak. Mindent kivett belőlünk, szerintem Kata is egyetért ezzel. És az, hogy ez így le, így tudtuk zárni ezt az utolsó meccset három núra, szerintem ezt még most se hisszük el. Ez annyira fantasztikus győzelem volt tehát a 17 pontot szereztél ezen a meccsen. Ez volt a legjobb találkozód a, a fináléban, a, az ötből? Szerintem igen. Igen, voltak, voltak gyengébb meccseim, meg voltak jobbak így, a, így az ötből. Talán ez az utolsó volt, és talán azért is, mert előtte hát tényleg hihetetlen fáradtak voltunk, és, és kellett még valahonnan egy ilyen plusz erőt meríteni, és előtte úgy voltam vele, hogy nincs fáradtság, ez az utolsó meccs, most mindent ki kell adni magunkból, és szerintem sikerült az egész csapatra, mondhatom, hogy sikerült. Ugye messze te voltál a csapat legeredményesebb játékos, ezt ilyenkor érzitek? bent a pályán, hogy, hogy, vagy hamar megérzitek, hogy ki az, akinek adni kell a labdákat, vagy azért jönnek kívülről az instrukciók, ez hogy, hogy, néz ki ilyenkor? Én nem tudom, hogy vannak-e ilyen instrukciók, nem feladó vagyok sajnos, akivel ezt az edző így megtárgyalja, de én azt gondolom, hogy ezt a pályán belül is érezzük, hogy ki az, akinek mondjuk kicsit jobban megy, vagy pont erősebb, de az igazság, hogy, hogy én úgy éreztem, és szerintem mindenki, hogy ezen az utolsó meccsen így nagyon eloszlott ez az egész, és az összes támadó játékosunk szerintem ugyanolyan jól teljesített. Ez volt a legjobb meccsünk. Hát azért a védekezésetek sem volt rossz, hiszen ugye az ellenfél szettet sem tudott nyerni. Az volt extra, mármint a védekezésetek, vagy azért a második, vagy az ötödik meccsen egy kicsit máshogy jöttek a labdák a túloldalról? Te mit éreztél? Nem is az, hogy máshogy jöttek. A negyedik meccsen éreztem azt, hogy egy kicsit talán a blokk és a védekezésünk kicsit szétcsúszott. Ők is nyilván videóznak, meglátják azt, hogy mondjuk hol vannak a gyengébb pontjaink, oda kezdenek el támadni. Ezt mi egyből tudtuk a meccs után, hogy ki kell küszöbülnünk, hogy legalább egy pár százalékkal kevesebbet tudjanak mondjuk ezekre a pontokra támadni és szerintem ez nagyon jól sikerült, és szinte alig tudtak pontot szerezni. Bizonyos, hát tényleg ezért ez így eléggé, eléggé, simán alakult, úgyhogy megvan a tripla. Nézzük egy kicsit vissza, hogyha így az egész szezonnak a történetét csomagoljuk be, hiszen ugye új edzővel vágtatok neki ennek a szezonnak, Janis Szátánászopulosz érkezett hozzátok. Mekkora váltás volt ez nektek játékosoknak így Jakob Grusák után? Egy teljesen új rendszer tanultatok, vagy azért a régit vittétek tovább? Milyen érzésetek volt? Nekem az az érzésem, hogy a rendszerben talán kevesebb változás volt, inkább így emberileg hozott nagyon nagy változás, tehát egy teljesen más karakter, mint a Kuba. Sok mindenben mást várt el tőlünk, így, így nem is az, hogy pályán kívül, de ahogy, ahogy egymáshoz viszonyulunk, és ahogy egymással viselkedünk a pályán, ilyen viselkedési dolgok rengeteg új dolgot kért tőlünk, és, és ez az elején szerintem nagyon nehéz volt. Legyen az például, hogy mennyire kontrolláljuk az érzéseinket a pályán. Tehát egy-egy rontás után rendesen leszidott minket, hogyha, hogyha mérgesek voltunk, vagy dühöngtünk, mert hogy ezt nem szabad mutatni, ilyen apróságokban nagyon-nagyon sokat változtatott rajtunk, és a csapaton tényleg azon volt a hangsúly, hogy, hogy a, a pályán, amit mutatunk, és egymáshoz, hogy, hogy viszonyulunk, és szerintem a végén ez látszott, hogy, hogy megérte ebbe a munkát belefektetni akkor az egyéni fejlődésből a lett végül is a csapat eredménye, vagy az hozta ki a csapat eredményét? Szerintem igen, idén nagyon sok hangsúlyt fektettünk a egyéni képzésekre, tényleg szerintem az összes hetet úgy kezdtük, hogy mindenki egyénileg ment edzeni, és tényleg, amit a Kata is mond, hogy emberileg egy olyan váltás volt idén, hogy, hogy ez ez szerintem egy ilyen 100%-os fordulat volt, nem mutathattuk ki úgymond a, úgy az érzelmeinket, hogyha dühösek vagyunk, mindig együtt kellett lennünk pályán kívül, és pályán is egy olyan hangulatot kellett megteremteni, ami azt gondolom, hogy eljut, eljuttatott minket a bajnoki címig meg ugye a Magyar Kupa még, meg a Közép-Európa Liga sikerig. Gondolkodtam, hogy megkérdezem, hogy melyik a kedvenc győzelmetek a háromból, de egyébként meg az az érzésem most így, ahogy, beszélgetünk, hogy, hogy, hogy jól vagytok a bőrötökben, és ez nem feltétlenül a, a, győzelem miatt, hanem, hanem valahogy úgy, úgy azt érzem, hogy hogy mint egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott volna itt össze ez alatt az egy év alatt. Ez így van. Nem is tudom, hogy átéltem-e már ilyet, hogy, Nyilván voltak nehézségek, tehát évközben azért nem ment minden simán, de így a végére, amit biztos ez a három győzelem is megszépít, de, de egy annyira jó csapatunk lett, tényleg a csapat a stábbal, pályán és pályán kívül, hogy hihetetlen volt tényleg, szenzációs volt együtt játszani, és az ünneplések is minden szinte tökéletes volt így a végére. Azért megkérdezem, hogy melyik győzelem adta a legtöbbet a csapatnak? Szerintem a mostani. Nyilván az összes nagyon szuper és tényleg felejthetetlen, de azért egy bajnoki cím, az én azt gondolom, hogy az a legnagyobb dolog, azért küzd egész éppen az egész, egész csapat, stáb, mindenki, szóval ez egy fantasztikus dolog, és az, hogy Katával elmondhatjuk, hogy együtt már kétszeres magyar bajnokok vagyunk, azért én azt gondolom, hogy ezt nem mondhatják mindenki magáról, és és ez, ez, tényleg felejtetetlen. Hát meg, hogy ez egy, ez egy öt döntő volt, tehát a másik kettő az egy, meccs, egy meccsben dölt el. Itt szerintem azért ez volt a legnehezebb egyértelműen a három cím közül, és szerintem ezért is ez ad a, ez ad a legtöbb örömöt vagy pluszt, úgyhogy egyetértek dalmával, hogy ez, ez volt a legjobb a három közül. És mentek előre a harmadik bajnoki címért is? Természetesen. Abszolút, nem állunk meg itt. Uh, és ugye jövőre bajnokok ligája is lesz. Uh, ugye van már egy év tapasztalatotok, az azért segíthet majd? Hát biztosan, hisz azért az kicsit más, úgymond, mert ott azért a világ legjobb csapatai játszanak, amikor anó játszottunk, olyan emberek ellen játszottunk, akik tényleg szó szerint a világ legjobb játékosai. Ez hatalmas dolog, és nagyon sok plusz tud adni, hisz én is a saját posztomon látom, hogy hogy úristen, hogyan játszanak, hogyan hozzák le a meccseket. Ez, 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 nem is csak az, hogy most mindenképpen itt bajnokok ligáját fogunk nyerni, hanem tapasztalatot szeretnénk szerezni. Ez, ezek, ezek ilyen örömmeccsek szinte tényleg, és, és minden egyes meccs az, az hatalmas plusz tud adni nekünk. Meccs hiányatok nem lesz jövőre sem, az egészen biztos. Viszont most jön egy kis pihenő, mert hogy uh, ugye ti az Európa Ligában nem játszatok most a, a magyar vállagatodon, majd az Európa Bajnok is selejtezőkre uh, csatlakoztok be. Mihez kezdetek ennyi szabad idővel? Szerintem, szerintem van pár ötletünk. Uh, nagyon ritka, hogy ennyi, ennyi idő jusson a, így a szabadságra, és tényleg pihenni. Szerintem ez most nagyon, nagyon kell nekünk, hiszen nagyon nehéz szezon van mögöttünk, és nagyon nehéz válogatott szezon is van mögöttünk a múlt nyáról. Szerintem együtt is tervezünk nyaralni, szórakozni is szeretnénk, úgyhogy vannak rá ötleteink. Az ebbére jutás pedig utána elvárás? Igen, hát ott azért nagyon nagy motivációnk van így, hogy tényleg most kaptunk egy kis pihenőt, hogy, hogy, ott a július 11-i edzőtáborra ott úgy érkezzünk meg, hogy mentálisan és fizikálisan is százszerzalékosan fel vagyunk készülve, és, és, hogy kiussunk az eb mert a tavaly én, én először voltam ebén, és például 20 ezer ember előtt játszani, ezek, ezek leírhatatlan élmények, és remélem, hogy még sok ilyenben lesz részünk. Kívánom, hogy átéljétek, gratulálok még Köszönjük. egyszer a bajnoki címez, és akkor jó pihenést a következő Köszönjük. hetekben! Köszönjük szépen! Köszönjük.